A Bonyhádi csarnok felújítása miatt a Zomba nevű település iskolájának tornatermében fogadta a kékcápákat a másodosztály elmúlt fél évtizedének többszörös bajnoka. A körülmények nem voltak ideálisak, ennek ellenére a vendégek nem kezdtek rosszul, az első negyed végén 2 ponttal vezettek a nyíregyháziak. A második 10 perc 7 ponttal a hazaiaké lett, így nagy szünetre a Bonyhád vonulhatott 5 pontos előnnyel. Fordulás után elvesztette irányítóját a Blue Sharks, Busch Iván második sportszerűtlen hibája miatt a kiállítás sorsára jutott. Folytatásban fokozatosan növelt előnyét a házigazda, a harmadik negyedet 6, a negyediket 8 ponttal nyerte a Bonyhád, amely végül 71 pontig jutott a mindössze 52 pontot szerző kékcápákkal szemben. Sajnos nem úgy alakult, ahogy vártuk, erős kezdésre számítottunk, tudtuk, hogy a Bonyhád otthon erős csapatként van számon tartva. Meglepően jól kezdtük a mérkőzést, az első negyedben még vezettünk is, akkor sültek a dolgaink, aztán a második negyed elején egy kisebb blokk leblokkolt a csapat, egy kisebb hullámvölgybe kerültünk, és abból nem igazán tudtunk kijönni. A Bonyhádiak pedig egy behúzódó védekezéssel még jobban megállították a csapatot. Nekik sültek a dolgaik, az összes dobás bejött, mi kihagytuk a helyzeteinket, bár azok megvoltak és ki voltak alakítva, és ebből a csapat nagyon nehezen tudott kikerülni, illetve az is hátráltatott bennünket, hogy sajnos Ivánt ugye a második technikai, második sportszerűtlen hibájával kiállították, nem játszhatott tovább. Ez is egy kicsit megállított bennünket. A nyíregyháziak a 2 pontosokat 24, a triplákat 19%-kal dobták, így a csapatkapitány szerint nem is lehetett esélyük a sikerre. A tények nem hazudnak, és az a 24%-os dobó teljesítmény, amit nyújtottunk, amit sem, az mindent megmagyarázhat. 25 pontot értünk el az első fél időben, amit egy negyed alatt dobtunk az elmúlt meccseken, illetve felkészülési meccseken a tavalyi szezon végén. Úgy gondolom, hogy ilyen rosszul talán tavaly játszottunk utoljára a budaörsi meccsünkön. Most korábban jött ez a pofon, én úgy érzem, hogy talán jót is fog tenni a csapatnak, hiszen mindenki össze fogja kapni magát, és biztos vagyok benne, hogy nem fog már ilyen rosszul játszani többet. A forduló további eredményei a következők: PVSK 2 Miskolc 89-94, Nagykőrös Tehetséges Fiatalok 69-79, Békés Vasas Budapest 81-72, NTK Török Bálint Vásárhelyi Kosársuli 81-60 és Oroszlán Győri KC 91-77. A Nyíregyháza Blue Sharks vasárnap a Veszprémet fogadja.